415. nap. Ma sok friss információ érkezik a Donetszki régióból. Itt, ahogyan azt korábban az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta, az orosz erők azt tervezték, hogy folytatják a támadó hadműveletet, hogy megpróbálják elfoglalni Vuledárt. Nagy tettek, hogy előnyösebb pozícióból rohamozzák meg az ukrán védelmet, azonban az előnyösebb helyzet az utánpótlási vonalakat is veszélybe sodorta, és amint az ukránoknak lehetőségük adódott, oldalról betámadták az oroszokat és visszafoglalták a korábban elvesztett területeket. Legutóbb elmondtam, hogy mind az ukrán, mind az orosz erők nagyrészt közvetett tűzpárbajba és dróntámadásokba bocsátkoztak. Azt is elmondtam, hogy az orosz erők egész márciusban arra készültek, hogy visszafoglalják az ukrán ellentámadás nyomán elvesztett állásaikat. Mivel az ukránok nem tervezték, hogy az ellentámadásból nagyszabású hadműveletet indítsanak Pavlivka és Mikilszke visszafoglalására, a két település közötti lakott területen nem volt értelme az állásokat fenntartani. Így, hogy elkerüljék a keresztüzet, az ukránok erőik nagy részét visszavonták, és a lakott terület nagy rész szürke zónává vált. Ebben a szürke zónában az ukránok többnyire a felderítő osztagaikat és a tüzérségi megfigyelőiket helyezték el, akik segítettek a Pavlivkában és Mikészkében található orosz objektumokra leadott tűz korrekciójában. Amikor azonban az oroszok újra támadó akciókat indítottak, az ukránokat kiszorították a település nyugati részéből. Ezek aztán a déli falucska és a fasorok mentén vettek fel védekező állásokat. Hamarosan orosz források videókat kezdtek közzétenni arról, ahogy gránátvetőkkel célba veszik az ukrán állásokat a fasorokban. Az orosz 155. haditengerészeti gyalogos dandárt, amelyet friss alakulatokkal kellett volna felváltani, 8 szóra is alakították és ismét harcba küldték. Az ukránok elkezdték növelni a fák vonalában állásokat tartó csoportok támogatását, míg az oroszok egyre agresszívebbé váltak és milyen a szárnyakba küldték egységeiket. Ez a megközelítés bevált, és egy sor rajtaütés végrehajtásával az oroszoknak sikerült aláásniuk az ukrán erősségeket, és közelebb szorítaniuk az ukránokat magához Vuledárhoz. Az ukránok ekkor páncélozott járművekre váltottak, és több orosz csoportot is elpusztítottak, amelyek megpróbáltak rajtaütni az ukránokon. Ehhez az oroszok is gyorsan alkalmazkodtak, és a páncélosokkal szemben páncéltörő fegyvereket vetettek be. Az oroszok fő célja a keleti falucska visszafoglalása volt, mert ezzel a pozícióval az oroszoknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy mélyebben behatoljanak az ukrán védelembe, és végül elérjék magát a várost. Az oroszok ezúttal úgy döntöttek, hogy tesznek egy kerülőt, és a távoli fasorokat kihasználva éjszakra vonultak, majd onnan támadtak. Az ukránok fokozott mozgást észleltek a távolban, és intenzív felderítést indítottak tűztámogatással. Az ukrán 72. gépesített brigád orosz tüzérségi állásokat is felfedezett. A drón megsemmisítette a lőszer szállító teherautót, vagy ezt követően magát az ágyút is. Bizonyos útszakaszok gyorsan géptemetőkké váltak. Az oroszok veszteségeik dacára kihasználva a és légi támogatásukat előrenyomultak és hamarosan több állást is elfoglaltak a keleti falucskában. Az oroszokban szerencséjére az április első napjaiban lezúduló erős havazás nem csak Bakhmutot, hanem Vulladárt is elérte. Az időjárási körülmények miatt az oroszok nem tudták folytatni a tüzérség, és különösen a légierő alkalmazását, így lehetőséget teremtve az ukrán ellentámadásra. A frontvonalon lévő rosszul felszerelt orosz csapatokkal szemben az ukránok támadó egységei Vulladárban teljes felszerelést kaptak, ami további előnyt jelentett számukra. A harci felvételek alapján úgy tűnik, hogy az ukránok nem frontális támadásokat indítottak, hanem inkább északi irányból a fasorokban lévő állásokat foglalták vissza. A havazás gyorsan elvonult, de ez nem sokat segített az oroszoknak, mivel már elvesztették a lendületet, és az ukránok továbbra is a mezőkön visszafoglalt lövészárkokból tudósítottak. Hamarosan egy orosz katona panaszt tett közé, amelyben azt írta, hogy a Vuledártól mindössze 600 méterre lévő állásai egyszerűen tarthatatlanok. Úgy tűnik, hogy a keleti falucska megtámadásában résztvevő orosz tengerészgyalogosok és különleges egységek elvesztették pozícióikat, mert az ukrán fél által közzétett legújabb felvételeken látható, hogy az ukránok egy sikeres küldetésből visszatérve lazán áthaladnak a falucskán. A helyzet továbbra is ingatag, ezért az ukránok a folyamatos felderítésre összpontosítanak. A 72. gépesített dandár ukrán drónoperátorai továbbra is figyelik a mezőket. A drónfelvételek tanúsága szerint több kilátópontot alakítottak ki, hogy minden orosz mozgást ellenőrizzenek, különösen a déli lakónegyedben, Mikilszke északi részén és a szénbányák előtti fasorokban. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal. Like iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, vagy csatlakozz a támogatói klubhoz különféle előnyökért. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.